Most, hogy pályán immár végigfutottam, számot vetni illendő, jól tudom. S hogy küzdelmeimbe mire jutottam. Mondja el néktek testamentumon. Úgy esett, hogy 927-ben, január 13-án kitelt az időm anyámnak méhében, és megszülettem csütörtök hajnalán. És mert három lány után fiúnak jöttem, a Szabó család boldog volt nagyon, anyám sírt, apám ujjongott fölöttem, s kinn a tél dalt dúdolt az ágakon. Az egész életművem azt hordozza, azt a testamentumot, amit az elején rám testáltak. Na most nem csak a vér szerinti őseimről beszélek, hanem az ő sorstársaikról, egy tisztes szegénységbe élő gárdáról, nevezhetném őket tréfásan föld nélküli Jánosoknak, mert mindig más földjét dolgozták. Aztán történt, talán 15 esztendős voltam, amikor apám még az első világháborúból magával hozott gyomor baj révén perforált gyomorfekéllyel frissen műtötten feküdt a szekszárdi kórházba aratási idő elején. Ott kesergett, hogy mi lesz az aratással. Igen ám, de nekem volt egy anyai öreganyám, akit öregapám, mert ilyen kőtörő munkákra sokfele járkált, előszállásról Íj és Gyula puszták népe világából hozott cselédsorból asszonynak. Én úgy neveztem, hogy magamban máig is, hogy Jobbágy Ivadék anyai öreganyám, aki munkába lefőzött sok férfiút, megtanult minden férfi munkát, és nagyon tudta is, nem volt egy hatalmas termetű asszony, középtermetű, inkább szikár csontos, de nagyon szívós öregasszony volt. Én életében nem hallottam őt még tüsszenteni sem. Na most az öreganyám engem megtanított kaszálni. Annyira tudott kaszálni, hogy még arra is tudott vigyázni, hogy ugyancsak, hogy a gyereköt meg ne szakajtsa a kasza, háromnegyed, hát, hogy is mondjam, csak rendeket vágatott velem, nem azt a kanyarítós egész rendet. És persze egy kicsit lassabban ment az én kaszálásommal az aratás, de mikor elvégeztük, akkor tudtunk bemenni apámat meglátogatni a kórházba, aki ott kesergett a kórházi ágyon, hogy mi lesz az aratással. Mondom, hogy mi lesz? Hát learadtatok, az ki volt a kaszás. Kihúztam magam, mint két szem krumpli háromzságba. Hát mondom, én. Te szaros. Aztán kipottyantak a könnyei. Én még 15 esztendős fejjel ilyet nem is gondoltam, hogy férfi ember örömébe is sírva fakadhat. Hát mondom, most miért sír? Nem, hogy örülne, hogy már akkora fia van. Öregapám, aki jó egy néhány esztendőn keresztül úgy volt első kaszás, hogy nem tudták kikaszálni, és az első világháborúból megjött édesapám, fölfejlődött mögé második kaszásnak, vagy két éven át vágták úgy az ődet, hogy a harmadik kaszás valami 6-8 méterre volt mögöttük. Öregapám hátra nézett, azt mondja,
közelednek, fia, nyomjuk meg, és akkor megnyomták is meg. No, ez mondom, ment 2 éven át, és akkor egyszer öregapám megállt, és ez egy legenda. Nem is tőlük hallottam, hanem a többi sorstársuk mesélték, mert ez csuda volt a dolgok rendjébe. Megállt öregapám, azt mondja apámnak, hogy te fiam, te már vagy olyan erőbe, hogy engem akármikor kikaszálhattál volna. De hogy ezt a csúfságot nem tetted meg az apáddal, mától te vagy az első kaszás. Helyet cserétek. De hát ez egy, hogy is mondjam, csak én legendának nevezem, bármiféle más irodalmi műfajt keresünk hozzá, ami hasonló értelmű, mindegy. Mert ezt a legendát mondom, a sorstársai mesélték el nekem. Öregapám, aki első kaszás volt, alkatilag szinte minden porcikáját örököltem. Tudom pontosan, hogy mennyire hasonlítok rá, hiszen 14 éves voltam, amikor eltemettük, és egy csodás fantáziájú mesemondó öregember volt. Legendás hírű kaszás öregapám génjeit, testalkatát és a nevét és derűs mesélőkedvét hagyta rám, és két kezével szerzett becsületét. Ez egy versből való idézet. Na most hát, ez az öregapám, akire én tudom, hogy nagyon hasonlítok, nem volt véletlen, hogy már 18 éves koromban bajuszt neveztettem, hogy hasonlítsak rá. Annyira imádtam öregapámat a meséi miatt is, meg hát a legendás híre miatt is, mint kaszás, legendás hírű. Jó, ő az, aki mintát adott az életednek? Egyik mintát ő adta, a másikat meg apám, aki magyarnak faragott, és igaznak, és hogy van hazám, néki köszönhetem, anyám a szépet hagyta rám vigasznak. Így lett gyötrelmes szép az életem. Amióta én kezdtem rajzolgatni, festegetni, magam se vettem észre, de hogy menet közben, hogy ezt észrevettem, azóta tudom, hogy akaratlanul is folyton fényképezek befelé. Kezdetben egy tájképet nem tudtam elképzelni, másképp megfesteni, mint kiülni a szabad természetbe és szemtű szembe a modellemmel, próbálkozni. Igen, ám csak ezzel volt egy kis bökkenő, és később szeretett emlékű mesterem, Rudnai Gyula, hát világosított föl arra, hogy bár a természet a legnagyobb tanítómesterünk, nem szabad mindent úgy átvenni a természetből, ahogy látjuk, mert ezt megteszi a fotózás, hiszen a fényképezőgép lencséje nem tehet arról, hogy az utolsó szőrszálról is beszámol, de egy kép, aminek van mondandója, ahhoz ne hordjuk össze a fölösleges dolgokat, mert az elvonja az apró részlet a néző figyelmét a lényektől. Nos, miután ezt az igazságot megkaptam, azóta én megkíséreltem, és ma se ülök ki tájképet festeni úgy, hogy modellem a táj, mert közben
Hát ugye közel a 90-hez annyi látványi élmény ért, és annyit fotóztam akaratlanul is befelé, ugye ezek a színek is megöröklődtek bennem, és így az látványi emlékeimként jönnek ki. Ez az egyik gyökere. A másik meg, hát gyökerem van több is, a népi kultúránk. Különös tekintettel a díszítő művészetre, ami ha színes, akkor okvetlen megtalálunk benne három színt, egy vöröset, egy sárgát, meg egy kéket, mint hogyha magas szintről tanították volna az eleinket, a népművészeinket, hogy ez az alapszín, és enélkül nincs színvilág. Hát mondtam ilyen csacsiságot, mint a magas szintről tanították volna őket, mert ahonnét ők tanulták, ezt annál magasabb szintről nem lehet megtanulni. Ők a szivárványtól tanulták ezt a három szint. Jött az 56, nem akarok részletezni az 56-ról, csak akkor büntetésbe elhelyeztek Bogyiszlóról, pontosabban előbb bevittek a megyei tanácshoz művészeti előadónak, és onnét kiebrudalt a hatalom. Még szerencsém volt, hogy ott a barátok mondták, hogy válasz egy másik falu, és így választottam Decset. És akkor egy ilyen föltétel, hogy Bogyiszlóra még látogatóba sem mehetek, mert hát 56-os fekete pöttyű vagyok, ugye. Na így aztán két magyar falu. Decsen ért a megtisztelő meghívás a Fóti gyermekvárosba egy képzőművészeti nevelőnek. És ott eltöltöttem 12 évet. Hát ott a gyerekekkel sok mindennel azt hiszem a tárlón látszódott, hogy óvodás gyerekek részkarcától kezdve nagyok linó metszetein át több minden van ott felsorakoztatva. És hát akkor már említettem oda, hogy csináltunk egy lányok számára egy szakközépiskolát, amivel úgy jártunk, hogy fogtam törököt, nem ereszt. Mikor bejelentettük a minisztériumba, hogy ilyen szakközépiskolát csinálnánk, hurrá, örültek nagyon, és akkor csináljátok meg a tantervét, mert ennek az iskolának nem volt sehol előzménye. Hát megcsináltuk a tantervét keservesen, aminek a legvaskosabb ága az volt, hogy ezek a lányok itt, óvodás koruktól itt nőttek föl nagy lányjá, és ha kimennek hasonló állami gondozottak közé, ha valakik, hát ezek közül közel kerülhetnek a gyerekek lelki világához. Ebből indultunk ki. De a szabadidejüket hasznosan kitöltendő, hadd vezessenek foglalkozásokat. Így vállaltam én a kézi szőnyegszövést, és a szövőszékek árulkodnak, amikor mutattam neked, hogy a kézi szőnyegszövéshez akkor indultunk el Erdélybe tanulmányútakra. A székelyföldi csámborgásaim közepette nem csak a szőnyeg bogarászásával foglalkoztam, mert a látvány mellett se tudott elmenni büntetlenül a festőse. És hát ugye, minthogy az érdeklődési köröm
nem mentes néprajzi beütésektől sem. A népi építkezés volt a másik nagy élményem. Közöttük a sok vigyázó torony. Most én rajzolgattam ezeket a tornyokat is, és eszem ágába se volt, hogy ezekből a valaha képek keletkezhetnek, vagy 60-70 ceruza rajz készült. Engem röhögtek a kollégák, hogy miért rajzolod őket, hát van egy jó fényképezőgéped, le tudnád fotózni. Szegény feleségem értette pontosan, és esze ágába se volt tiltakozni. Mindig birka türelemmel kivárta, míg egy faluba megtetszett egy templom, és leültem, és szigorúan a perspektívikus képét rajzoltam meg. Szinte környezete nélkül. Hát ezt utólag már sajnáltam, mert úgy kellett hozzá kitalálni emlékezetből a környezetet, amikor már képek lettek belőle. Hogy lettek ezekből képek? Mikor Ceausescu idejében egyre fenyegetőbb hírek érkeztek hozzánk a falu rombolási tervekről, akkor éreztem, hogy ez ellen kiáltani kell. És én nem tudtam mással kiáltani, mint a saját nyelvemen. Bár tudtam, hogy a szamár ordítás nem hallik az égbe, hát előszedtem ezeket a rajzokat, és kezdtem belőlük képeket csinálni. Na most bújtak elő azok a színek is. És én az előbb említetted azt a kéket. Hát ki a fene látott ilyen kék színű felhőket? Nincs is ilyen. Aztán, hát itt jelen van a pentaton skála. Ugye a vörös a tetőnél, a sárga hátul a toronynál, az nagyon fáradt sárga, meg az az út, meg a kék, meg a fehér, meg a zöld. Hát, ahogy a székely asszonyoknál tapasztaltam a festékes bogarászása közben, hogy azok nagyon tudják, hogy milyen nagy jelentősége van az életünkben a színeknek, és az visszafelé is jelölni tud útat, és igaz tud lenni, amit mondanék erről a hatásról, hogy hatni tudnak a színek ránk, és ezekkel a színekkel mi is tudunk hatni. Székely asszonyok tudták. Egy kicsit szimbóluma lehet a szarvassá változott fiú a művész ember számára is, aki ugyancsak felfedezte az ember tökéletlen törvényeit, és valami mást keres benne, egy tökéletesebb törvényt. Itt a művészet törvényeit keresi, mert századok, ezredek alatt kialakult a művészetnek is olyan törvényvilága, amit manapság szeretnek felrúgni, de most nem erről akartam beszélni, hanem ott a szülők, akik nagy örömmel engedik útjára azt a büdös kölköt, aki nyugtalan, mert nem tud megmaradni a helyén, és azt is tudják, hogy a tanulmányai révén nem csak a miénk lesz majd, hanem többeké, és ettől egy kicsit büszkék, ugyanakkor valami olyat is éreznek maguknak se bevallva, hogy mennél többeké lesz, annál kevésbé marad a miénk. Mégis
visszavárják, az a nyitott ajtó azt jelenti a szülők előtt, mégis visszavárják azt a büdös kölyköt. De ez a büdös kölyök már nem gyártott, mert közben szarvassá változott. A negyedik dimenziót ugatja, az elérhetetlen, a tökéletességet. Amiről tudja, hogy nem érheti el, mégis kutya kötelessége egész életén át megkísérelni, megközelíteni, amennyire csak lehet. És ez a tragédiája a művésznek, hogy soha nem érheti el azt, amit ott ugat, a negyedik dimenziót. Hát én ezeknek a fiataloknak izenni, hogyan tudnék, amikor nem tanulták meg, nem csak tisztelni, de megismerni se azokat a dolgokat, amiket mi értéknek tartottunk és tartunk. Hát egy Nagy László verssel izennék nekik, aki ugyancsak attól féltette már a fiatalokat, hogy az értékek fölismerése és fölfedezése híján, mert holnapot építeni a múltak tapasztalata nélkül képtelenség, de ahhoz meg kell tanulni tisztelni azokat az értékeket, amiket mi hát úgy gyűjtöttünk magunkért, hogy volt kitől gyűjtenünk, és hogy attól féltette már Nagy László is a fiatalokat, és az ő versével izenem nekik, hogy éltem, ha végképp lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot kilehel deres ágra, és kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva. Kibecéz falba megerett hajakat, verőereket. Szétdult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végképp lemerült, kiriasztja a keselyét, és kiviszi át a fogában tartva a szerelmet a túlsó partra.